Sok szeretettel köszöntünk minden kedves nézőt itt az Európai LCS 9. hetében, még ez a hét és a következő, és akkor végeztünk is az Európai LCS-szel, mehetnek ugye a rájátszások, de addig még jó pár dolog nem dőlt el, ahogy hallhattuk az előző kis videóban és beszámolókban. A mai első mérkőzésünk a Mysterious Monkeys a Splice-szal csap össze, a másodikon pedig a Misfits a G2-val találkozik. Én Lévius vagyok, és elemző kommentátor kollégám Thanatos. Szia, Tana! Szerbusz, Lévius! Szervusz Livius, köszöntöm én is a kedves nézőket. Így van, nézzük is meg gyorsan, hogy állnak a csapatok és a csoportok jelen pillanatban. Ugye a Fnatic és a G2 már rendelkezik a rájátszáshoz szükséges elég ponttal, sőt a Fnatic meg is nyeri csoportját, 99%. Miközben ugye látjuk, hogy a B csoport az teljesen más. Alapvetően az, hogy az H2K, a Unicorns of Love, illetve a Splice, hát tényleg egy futamot folytat az első helyért a saját csoportjában, az nagyon nagy izgalmakat sugal majd az elkövetkezendő két hétben. Mindegyik társaságnak még három szériája van hátra, ebből kifolyólag nagyon sok minden történhet. Ahogy te is mondtad, a mai napon a Mysterious Monkeys, illetve a Splice csap össze, valamint a G2 eSports, illetve a Misfits Gaming. Alapvetően a Mysterious Monkeys-nak már nincsen tétje ennek a mérkőzésnek, a Splice-nak viszont annál több, hiszen a Vitality-nek még matematikai esélye van arra, hogy ő jöjjön fel a harmadik helyre a B csoportban. A Splice-nak nyernie kell az alapvető mérkőzéseket. Ugye ezen a héten most a Mysterious Monkeys-zel játszanak, még később a Unicorns of Love-val. Igen, valóban eléggé komoly hét van előttünk, és ugye már azt is tudjuk nagyjából, hogy kivel kell játszania a két egykori akadémiának, akik ugye kijutottak. Az egyik az egy ugye feltörekvő csapat, a Giants, akik szeretnének újra visszatérni az európai LCS keretein belül. Egyébként szerintem ki jár még egy esély a Giantsnek? Előfordulhat, hogyha kellően jól összeszedik magukat, akkor nyilván hát meg fognak küzdeni ezért a pozícióért, és azt kell, hogy mondjam, hogy aki a Promotion Tournamentben kellő lendülettel tud teljesíteni, az igenis megérdemli a helyét az STS-ben. Aztán meglátjuk majd, hogy milyen felállással meg hogyan fognak jönni, miközben a 7.15-ös patchről érkezik egy összefoglaló, gyakorlatilag az erősítést élvező hősök vannak a felső sorban, míg hát nyilvánvalóan a gyengítések áldozatai, Mr. Draktár, valamint Csógát bácsi és Zek, akik alapvetően a 7.15-ben hát egy kisebb fajta egyensúlyozás áldozatai lettek. Ettől függetlenül például nem feltétlenül számítunk mondjuk egy Nasusra a felső ösvényen, hogy kapott erősítést, még attól függetlenül, hogy lehet valaki be fogja ezt vállalni, de kicsi rá az esély, hiszen az ilyesfajta erősítéseknél nagyon fontos szempont, hogy a csapat mit tud kezdeni az adott hőssel, nem csak az, hogy mondjuk az ösvény fázis során mit tudsz kezdeni egy adott erősítésnek köszönhetően. Igen, és egyébként a friss erősítésekhez a csapatnak kell felnőnie, ahogy te is mondtad. Ugye egy jó ideig például nem láthattuk például Maokai-t sem a változtatások után, aztán hirtelen megérkezett. Csogát is lassacskán akart beindulni, hogy az első csogát ott pont Xerxi hozta, és az még nem volt annyira magabiztos. Tehát, hogy föl kellett nőni ezekhez a változtatásokhoz, és úgy gondolom, hogy 7.15-ben is hasonló körülmények fogják övezni a változtatásokat. Ami nagyon érdekes, ez a Draktár gyengítés, jó pár hős ezáltal meg kell változtassa az építkezését, és nagyon kíváncsi leszek arra, hogy ez például XI talonjára milyen hatással lesz. Hát XI talonját, hát ezt meglátjuk, hogy majd egyáltalán elhozza. Alapvetően azért ez mondjuk úgy, hogy egy zsebválasztás, hiszen általánosságban nem mondanánk azt egy gyakori döntésnek, miközben látjuk, hogy a Splice a múlt héten, most már nem látjuk, de azért, hogy a Splice a múlt héten ugye összecsapott az H2K-jel, egy nagyon fontos küzdelem volt, és hát kellően rosszul teljesítettek. Miközben Yuki-ról és Kobe-ról van egy jó kis összehasonlításunk a kameraképen, amely nem véletlen, hiszen Yuki ahhoz képest a csapata utolsó csoportjában kellően hát jó mutatókkal is tud rendelkezni, hogyha megnézzük, hogy csapatában például hány százalék sebzést oszt ki, vagy pedig mekkora sebzés per perc statisztikával rendelkezik. És emellett az, hogy sajnos az ösvényfázisban például az első 15 percben neki van az európai LCS-ben hát a legalacsonyabb értéke, általában mínusz 6 farmja van az ösvény ellenfelével szemben. Hát ez azért nagyban
köszönhető a csapatának, és az első 15 percben már bőven dőlnek tornyok. Mm-hmm. Benne van a pakliban az, hogy mit tud kezdeni egy lövész összességében a csapata mellett a játékban. És hát a Mysterious Monkeys-nál pont a csapat az, ami hát nem feltétlenül a legerősebb, nem annyira sikerült megtalálniuk a szinergiát, még akkor sem, hogyha azért változtattak egy nagyot az utóbbi időben, és behozták Kikiszt, valamint Amazinget. És egyébként ez abszolút pozitív változtatás volt, szerintem, azóta jóval erősebben tud teljesíteni a Mysterious Monkeys. Ami viszont eléggé szembetűnő, az a középső ösvényen a különbség. Tehát az, hogy 3,0-val jobban teljesít, ugye KDA-ban Senkaks, mint Koskyu, ez nyilván tudható be annak is, hogy magabiztosabb teljesítmény nyújt a Splice, de ez akkor is szembetűnő, óriási különbség, mindenben jobb szinte Senkaks, mint ugye Koskyu fel tud mutatni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezen az ösvényen lehet nagy előnye a Splice-nak. És viszont amire a legkíváncsi vagyok, az a felső ösvény, miközben a Mysterious Monkeys. Kikiszt felső ösvény, Amazing Jungle, Koskyu középen, UK és Dreams pedig az alsó ösvény duója, Unlimited pedig az edzője a srácoknak. Uh-huh. Szóval mondhatni, hogy nekik ez már tét nélküli mérkőzés, ugye Mysterious Monkeysnak, hiszen ugye beszéltük, hogy már biztosan visszakerülnek a promotional tornákra, ahonnan érkeztek, nyilván ugye akkor még másik néven, de közben a Splice, Wunder a felső ösvényen, Trashy a dzsungelben, Senkaks a középső ösvényen, Kobi a lövész pozícióban, és Miki, aki megtöri a Dánsort a támogató pozícióban. Így van, Hans Christian Lück pedig, a Lück pontosabban az, aki jelen pillanatban az edző pozícióban van. Hans amúgy a menedzsere a Splice-nak, alapvetően az edző kollega feltehetőleg vagy szabadságon van, vagy pedig radikális változtatások történtek az ő oldalukról. Ezt nagyon nehéz megmondani. Azt mindenképpen bátran mondom, hogy Dublinban még ő csak menedzser volt, nem pedig edző egy héttel ezelőtt. De, hölgyeim és uraim, kezdetét veheti az első tiltási és választási fázis. Alistairban, mint Caitlyn a Mysterious Monkeys oldaláról, Splice pedig egy még mindig elég ilyemetával lévő dzsungelessel, Elizzel válaszol ezekre a tiltásokra. Ja, alapvetően, hogyha már jött egy lövésztiltás, érdemes megemlíteni, hogy Kalista mind a két oldalon egy kedvelt választás, mind Yukinál, mind pedig Kobinál, és a Kalisztár kombót nem engedi a Mysterious Monkeys oda a Splice-nak. Csogát és Zack a tiltó listán, ahogyan ezt meg lehetett szokni, hiába jött a gyengítés Csogátra, ettől függetlenül fantázia van benne, és ha már Kalisztát megemlítettük, akkor Yuki nem fogja megkapni ezt a választást, amivel eddig amúgy 6-szor játszott, és 3-szor még győzedelmeskedni is tudott vele. Ez egy olyan csapatnál, mint a Mysterious Monkeys, igenis jelentős arány, és Maokai benn maradt, azonnal elhozzák Amazingnek, vagy Kikisznek, de valószínűleg Amazingnek. Következő választás pedig Kobinak, ugye Xayah. Egyébként nagyon érdekes, mert ugye az LCK-ben, tehát Koreában még 7.14 van a héten, és ma reggel a két Heroes Level, mint az S2-i összecsapásán egyszer Csogátot nem tiltották, egyszer pedig Zeket, pedig akkor még nem érkeztek rájuk a gyengítések. Itt Európában pedig alapvető tiltásnak számítanak, de közben Braum érkezik az alsó ösvény a Dreams kezei közé. A Jarvan választás az mindig egy jó döntés, ez feltehetőleg Wunder helyett ugye Trashy kezébe érkezik. Bár nagyon nehéz megmondani, hogy melyikőjük lenne a magabiztosabb Jarvan játékos, hiszen Wunder eddig kétszer hozta el, egyszer sem tudott vele győzni, Trashy pedig egyszer hozta el és szinte nem tudott győzni. Ez egy flexibilis választás még az ő részükről, a csapat kompozíció még sokat eldönt majd ebből, illetve az is, hogy milyen tiltások jönnek később. Az biztos, hogy Braum mellé jön Tristana, mostanában egy klasszikusnak mondható duó, főleg, hogy ezzel a párossal Tristana még kezdeményezni is tud, hiszen Braum egyből ráugrik a rakétaugrást követően és védelmezi lövészét. Tristanával ugye még csak egyetlen egyszer játszott Yuki, és nem tudott győzelmet elhozni. A vele szemben álló Kobi viszont 2:1 arányban áll a győzelmek tekintetében Xayah-val. Ritkában játszanak Xayah Rakant egyébként, Kobi és Miki együtt, ugyanis Rakannal 4 mérkőzésre van a Splice-nak, de csak egyetlen egy győzelmük. Az biztos, hogy ez a duó nagyon varázslatos tud lenni. Hihetetlen jó kezdeményező képesség van, meg mobilitás ráadásul.
ebben a párosban. Mindenképpen szükség lesz arra, hogy például amúgy azt a Tristanát el lehessen kapni. Aki amúgy el tudja lökni, ha arról van szó, például Rakant. Jarvannal például, aki elindítja a kataklizmát, már nem nagyon tud majd mit kezdeni. Jól kell bánni a Yukinak az a rakétaugrással, mert egyelőre két olyan hős is van, aki az arcába tud mászni, és kellemetlen pillanatokat tud neki okozni. De közben pörögnek tovább a tiltások, LeBlanc és Kassadin a Splice részéről, még a Mysterious Monkey szintén két középső ösvényessel válaszol. Orianna, illetve Splice. Syndra lett kivéve a Splice elől. Azt hiszem, hogy Syndra egy elég kötelező tiltás, főleg így Sengax elől, az 5-ből 4-es arány nagyon-nagyon komoly, 4 győzelem ugye 5 játékból. De még maradt egy csomó kedves választása, gondolok itt például Taliára, vagy akár egy jó kis Gálióra, de maradnak a Taliánál. Kell is ebbe a kompozícióba, én úgy gondolom, a középsős ilyen sebző karakter. Pontosan, jól is jön, illetve további zónázása ad lehetőséget Taliának a fércelt fala. És természetesen tud ugrani Braum, tud ugrani egyet Tristana is. A jó pozícionál még amúgy Maokai is, de ettől függetlenül nem feltétlenül lehet azt a fércelt falat jól kikerülni. Vagy fontos képességeket kell feláldozni azért, hogy az ember átjusson a másik oldalra. Közben megjött Shen, ami Kikis kezébe jön, Kikis kezébe érkezik. Így még egy extra kezdeményezés, védelem is ráadásul. Nem egyszer láttuk már ezt a hőst. Van benne potenciál. Kosszú pedig katarinázni fog. Buci, reméljük, hogy valahogy tudja követni a közvetítést onnan a Fezerről, hiszen folyamatosan sírva könyörgött Kosszúnak, hogy legalább Akali vagy Kata valamelyik jöjjön. Érdekes a Katarina választás, főleg így, hogy megérkezett Gnár is. Nem lesz könnyű dolga Koszkiónak ezzel a kompozícióval szembe menni. Hiszen még ha be is tud robbanni, a tolviharra ugye Trashit nem feltétlenül tudja sebezni. Kobi mondjuk, hogy sebezhetőbb, de meg vissza tudja dobni. Miki egy az egyben leveheti a kezdeményező képességét, és ha Trashi jól üdvözl az ugrásával, akkor szintén megfogja Koszkió Katarináját. És egyébként, ami nekem kicsit meglepő, az Kikisznek a Shenje. Ő nem nagyon ilyen stílusú karaktereket szokott játszani. Egyértelműen egy csapatválasztás minden egyesen. Azért régebben lehetett nála látni ezt a választást. Én abszolút úgy gondolom, hogy ennek köze van ahhoz, hogy ott van a Katarina, illetve a Tristana is. Időt tud nyerni egy jó árnyékugrással, vagy a lelki béke megfelelő pozícionálásával ahhoz, hogy Katarinából kijöjjön a sebzés. Azt meg kell jegyezni, hogy nem csak nem lesz egyszerű dolga Koszkiónak ezzel a Katarinával ennyi tömegirányító képesség mellett, ráadásul könnyen ki is lehet fókuszálni, hanem nagyon észnél is kell lennie Koszkiónak, hiszen Katarina az könnyedén sebezhető, és hogyha nem jól pozícionál, akkor vagy kikapják azonnal, vagy egyáltalán nem fog részt venni a csapat küzdelmekben. Egy-egy tör elhajítása az nem okoz túlságosan sok sebzés. Igen, mondjuk úgy, hogy sok az előfeltétele annak, hogy egy Katarina igazán hasznos legyen egy csapatharcban. Tehát nehéz vele jól kombózni, főleg ugye az ellenfeleknek is van ehhez általában egy-két szavuk. De akkor, hölgyeim és uraim, először is szeretnénk megköszönni Mumusnak a hostot. Nagyon kedves tőled, köszönjük szépen, Mumus! Gyára simi mumikám! Így is mondhatjuk, igen. De akkor kezdjük is el az európai LCS 9. és egyben utolsó előtti hetét a Mysterious Monkeys Splice összecsapással. Így van, mint ahogy említettük, a Mysterious Monkeys már biztosan résztvevője a Promotion Tournamentnek. Végül is legalább tudják jól, hogy lesz gyakorlási lehetőségük, és nem kell pihenniük, mint a csoportok negyedik helyezettjeinek. Sovány vigasz. Hogyha belegondol az ember, hogy ki is eshetnek akár az LCS-ből. Ezzel szemben a Plice-nak győznie kell most. Ez 1000%. Ha nem is ezen a mérkőzésen, de ezen széria keretein belül. Hiszen tudjuk jól, hogy BO3-as széria van, és ha már a 3-as számot megemlítettem, akkor szeretném felhívni a kedves nézők figyelmét arra, hogy jövő hét kedden
3v3 mega szuper bajnokság lesz Budapesten az Infinity Bárba, ahol többek között Darcik, Pierce és Buci. Nem, Darcik azt mondja, hogy nem lesz ott. Hát, akkor az információim nem helyesek, nem úgy, mint Darcik. Viszont ettől függetlenül a LOL TV tagjaival lehet 3v3 bajnokságban részt venni, és megküzdeni velünk, és minden kutya füle. Ritka alkalmak egyike, hogy nem csak találkozni lehet velünk, de jól el is náspángolni. Senkax azonnal agresszívan kezdeményez ez Koszkiúra, ami érthető, hiszen ugye a minionok mögé nem volt lehetősége még beugrani, egy kis ugrása még nem volt elérhető. Itt pedig egy kedves úriember van a felső ösvényen. Flashy azonnal egy villanás kapi Koszkiúból. Annyira bevet, olyan harapos vagy közben, Kobin összejön, jön a sebzés Yukiból, de még csak egyes szint, nem lehet megölni Kobit. Kellő piszkálódás, ez megvan, viszont a Splice járt a legjobban eddig, hiszen elvették Koszkiúnak a villanását. Ő azért a sumpóval tud ugrálni, hogyha arról van szó. De okosan kell bánnia vele, és hogyha nincsen kéznél egy tör, akkor hosszú töltési időre kerülhet. Látjuk közben a gyengeségét is ennek a Katarina választásnak. Táliával szemben eléggé kiszámítható a mozgása Katarinának. Ráadásul közelharci hős. Az ösvény fázist egészen biztosan el kell veszítenie. Ami Táliával szemben azért lesz külön szomorú, mert ő a fércelt fallal külső ösvényekre könnyedén jöhet rajta ütni. Igen, Koszkiú ezt most a kényelmes választás jegyében bevállalta, hogy ő az ösvény fázison nehezebb ellenfelet kap. Látta ugyanis, hogy Senkax ugye Táliát fog hozni. De hát majd meglátjuk, hogy hogy alakul ez a dolog. Koszkiúnak csak egy-két jó rajtaütés kell, egy-két gyilkosság, és onnantól kezdve az egész játék fordulhat. Hát igen, mondjuk kérdés, hogy hanyadik percben, ha a 40. percben kapja meg az első igen. két gyilkosságát, akkor talán nehezebben fog tudni érvényesülni. De láttuk, hogy Trashy azonnal kihúzta belőle. A pajzs tökéletes Dreams-től, aztán fordul a Mysterious Monkeys alsó, és ugye Kobit most lehet kábítani, viszont Miki eközben folyamatosan zavarja Yukit és Dreams-t. Akik viszont nagyon jól pozícionáltak, így nem sikerült Kobinak a tollakkal lekötnie őket. Szép játék amúgy Yukitól és Dreams-től, ugye érdemes tényleg kiemelni, hogy Yuki pontosan például a Unicorns of Love-val szemben eléggé jó statisztikát mutathat föl. A múlt héten történt ez a csoda, végül nyerte Unicorns of Love nagy a széria alkalmával, pontosan viszont ez legalább annyira izzasztó volt, mint ez a fránya meleg odakint. Miről beszélsz? Tök jó idő van. Konkrétan csak meggyulladunk odakint, Kobinak kell elugrani, illetve villanni, próbál menekülni. Megy érte Yuki, hogy be lehetne fejezni, nem amazing, túl lassú volt. De mennyi mindent kellett áldozni azért a Splice-nak? Három idézői képességet a kettőért cserébe, és azt ne felejtsük el, hogy leginkább beugrik Koszkiú, akkor érkezhet Jarvan. Koszkiú. Na, mennyire vagy agresszív? Nem, végül nem ugrott be. Senkaxnak a visszadobása a legfontosabb, ami talál Koszkiúra. Trashy feldobja, Koszkiú pedig ezt az első halottja a mérkőzésnek. A gyilkosságot Senkax kapja meg. És eddig körülbelül, amikor Koszkiú katarinázott, mindig ugyanígy történt. Az az igazság, hogy szegény Koszkiú nem hagyott saját magának választási lehetőséget a tör dobásával. Eléggé kiszámítható volt, hogy merre fog jönni. Senkaxnak a Táliával ez az egész földlökése és annak a kivitelezése az viszont fantasztikus volt, tehát megírja a pénzét a srác. Szóval hamarosan valószínűleg érkezik a visszajátszás erről a gyilkosságról. Nagyon tetszett, hogy miután a földlökés bement és elkezdte kiadni minden sebzését Senkax Koszkiúra, akkor jött ugye Trashy és a visszafele ugró Katarinát sikerült neki felütnie, és akkor már Koszkiúnak tényleg egyszerűen nem maradt semmilyen lehetősége a menekülésre. Annyira szépen egyszerre ütöttek bele a buzzer szembe, mintha gyakorolták volna. Konkrétan ilyen szinkronúszás jutott róla eszembe. Olyan tökéletes volt.
De az tény, hogy Koskiu nehezen kezdi meg a mérkőzést. Hát függetlenül azon kívül, hogy most még nehezebb dolga lesz Senkaksszal szemben az ösvényen. Túl sok változást nem fogunk látni. Arra Pusfagy pedig elkapja Mikit. Mikinek viszont van beépített pajzsa is. Uh-huh. Szervusz Rakan. Nagyon jó, hogy együtt van ez a duó. Hihetetlen távolra tud ugrani Miki, hogyha arról van szó. Távolról tud ráugrani Kobira. Azt is látjuk, hogy Dreams viszonylag sokat van távol az ösvényen. Az ösvénytől, Shukitól. Jó az elképzelés, de pont a toronyagró az nem kóstolta meg Wunder, pedig akkor bajba is kerülhetett volna az a picignár. És erről beszéltünk, hogy Senkaksik elhagyhatják az ösvényt, bár Trashy inkább egyelőre még csak a környéket deríti fel. Szóval ott van közelbe Amazing. Torony alá való érkezés az kifejezetten érdekes lenne, de megpróbálhatják. Ez egy kis piszkálódásra jó lenne, hogyha tudna alapozni Mysterious Monkeys. Simán. Meg a hatos szinti Shukinak így jó lehet, hogy elhagyta ennyiszer az ösvény Dreams. No. De hát még csak fél szinten van. Úgyhogy ez ebből a hullámból biztosan nem lesz meg. Kék erősítés, lopás, Amazing által. A másik oldalon pedig Koskiúra akarnának rámozdulni, de hát rálátás van a Mysterious Monkeysnál. Kikiszt akarják, most úgy tűnik. Először volt Koskiú. Kikiszt vissza is menekült gyorsan. Nehogy bármi baj érje őt. Ugye látták az őrszemnek köszönhetően, hogy elindultak arra a Splice-os srácok. Így viszont első torony lehet, de kinél? Ez egy jó kérdés, ugye van egy lövész a Splice ellen az alsó ösvényen. És emberelőny is, ha jól látom, nem is kicsi. Abszolút. Ettől függetlenül az a torony még nem dölt le, és visszább kell vonulni a srácoknak. Dreams hiába tankol, amíg nincs minion, addig sajnos lesz a toronynak védelme. Az első torony viszont a Mysterious Monkeysnál landol. Wunderék, de nem volt elég sebzés, sem lendület. De már szerencsére nem mérkőzés döntő az első toronyért járó arany bónusz. Igen, azért az túlzás. Így van. De megy tovább az alsó ösvényen, még tovább. Yuki és Dreams. Nem, most vonulnak vissza onnan. Hoppá! A tapsolásba Rakan egy kicsit bele kontárkodik. Aztán megy a csere bere. De hát ennél több ugye nem lesz a két támogató között egyelőre. Pontosan ennél több biztosan nem lesz. KN kardot vásárolt már időközben Kobi, aki farma le van maradva Yukival szemben. Ösvény ellenfele amúgy már egy csákányal is rendelkezik, és csizmával sokkal mobilisabb így nála. Illetve a Doran pajzsás kezdés következtében még akár az ösvényen való tartózkodási lehetőségei is jobbak. Na hát egyelőre ez csak az alsó ösvény, ahol Kobi nagyon gyorsan haza is tért, és vett magának egy dühöngök csizmáját, ha már a mobilitásról volt szó. Jól jön mindenképpen Xayának a mobilitás is. Az, hogy a tollak vissza hívásakor milyen pozícióban van az ellenfél, vagy ő maga. Hát sokat lehet trükközni akkor, hogyha kellően mobilis valaki. Na Kikiszt, átmessze ugrani Mikire. Valószínűleg nem fog. A játék első sárkány egyébként felhő sárkány, nem túl meglepő, hogy egyelőre a csapatok nem áldoztak túl sok mindent ennek elhozataláért. Senkaksz, szóval próbálják büntetni, Koskiu kezdeményezzük, jön a sebzése, Senkaksz menekül, majd elhasználja a pajzsát és a villanását. Itt pedig biztonságban tudhatja saját magát, de a hírnökről ezt már nem elmondható. Nagyon jó a rálátás biztosítása a Splice oldaláról, fércelt fallal Senkaksz el is zárhatja pontosan az utat. Ez a hírnök, amilyen lesz, gyerekek. Szép csapatjáték, megkapja Trashy a szemet, így a 14. perc 42. másodpercig kell elhasználni a hírnököt. Feltehetőleg vagy a középső, vagy az alsó ösvényen próbálkozik majd meg vele. Ezeken egy jó kis torony előny kialakítása. Az még várat magára. Van még idejük. Gyors kezdeményezés lett volna Koskiúra, aki pedig megint búcsút int a villanásának.
Így van, nem sokáig volt nála. Mindegy, megfelelően szolgálta. Csak meddig. Így van, középcsőséges torony, ez ledőlhet minden további nélkül. Kijutik alóla. Az Q próbálkozik, de Wunderék sebzik a tornyot, végül nem. Na hát ezt a tornyot, ezt komolyan mondom. Hát igen. Ez egy építészeti csoda, hogy még agresszív a porszem is leüti már azt a tornyot. Nem baj, ezt már biztonságban tudhatja a Splice. A bónuszerenet még nem kapták meg belőle, viszont például fals védelem érzést ez nyújthat a Mysterious Monkeysnek a középső ösvényen, akik viszont lemennek és sárkányt pusztítanak. Mind a két csapatnak amúgy meglehetősen rossz a sárkány kontrollálási aránya. Általában kétszer annyi sárkányt hoznak el velük szemben, mint amennyit ők el tudnak hozni. De viszont érdekes, hogy ez MM-nek jobb. Így van, az átlag mérkőzés per sárkány, vagy mi az sárkány per mérkőzés értéke Mysterious Monkeysnak jobb. Erre láthatunk most egy példát. Viszont az igazán fontos sárkány, majd csak ezután jön 6 perc múlva. Érkezik egy pokoli sárkány az idézők szurdokába. Nem is értem, miért az idézők szurdokába, ugye, amikor odakint konkrétan otthonosan érezheti magát. Sokkal kellemesebb, a felhőt már értettem, hogy miért volt itt. Lehet már túl meleg van neki is nekint, tehát... Vagy neki ez még hideg? Nem elég meleg. Hát azért ezzel nem lennék, erre nem vennék mérget. Ez az időjárás, ez nagyon kellemes. Így van, alsó ösvényen pukkan a hírnök, a minionok is jönnek. Így együtt és biztosan el fog szenvedni a torony, ami ráadásul nem is a hírnököt lövi. Tökéletes, ráadásul csak kikiszon alul, most jött haza. A toronycsere után majd amazing. Így viszik tovább a hírnököt Kobiék. Lehet is még tovább vinni. Koszkyú is elkezd jönni az alsó ösvény felé. Bam! Nagyon jó. Aztán az árnyékugrással kezdeményeznek Trashire és a hírnökre. De Koszkyú egy kicsit elkésett. Legalábbis ahhoz, hogy Trashit büntetni lehessen. Neki még egy tollat odavág szegény Robikának búcsójándékként. Aztán pedig távozik. A torony nem fog ledőlni, ugyanis Wunder időben ír ide. De ennek sincsen sok élete már. Jó volt az elképzelés. Itt az alsó ösvényes hírnök hívásnak köszönhetően a felső ösvényes tornya megmenekül a Splice-nak. Ebből kifolyólag. Tényleg Wunder időben tudott érkezni. Aki ezzel a gnárral azért sok mindent tud majd csinálni. Fekete hasító bárdot vegysebzés van benne. Kis mágikus ellenállása is lehet, hogy beruház, de az amúgy nyilvánvalóan majd csak a higany léptek miatt fontos az ő részéről. A torony pedig így már ledől. Torony törő, nyelv törő Tristana. Lő szereti az első sort, ő mindent megtör. Ahogy amazing megtörje a sutyarák páncélját, Miki nem tudta ellopni ezt tőlük. Trashy pedig én öröszönre hát ott próbál megszerezni magának, vagy Senkaxnak? Nem, ez Trashy lesz. Senkaxnak azért nem olyan effektív ez talán, mint egy Jarvanon. Hát igen, ezért van különbség közöttük, az biztos. Egyelőre mondjuk Koszkyú nem sokat tud hozzátenni a mérkőzéshez. Tehát az egyetlen dolog, amit fel lehetne hozni pozitívumnak, hogy nem ad nincs lemaradva farmon, de még egyel vezetett is. De ezen kívül lassan vége az ösvényfázisnak, és nem nagyon segített. Tehát még ráérünk. Azért azt láthattuk, hogy Senkax nagyon sokszor hagyta el saját ösvényét. Már a játék korai szakaszában is. Míg Koszkyú egyszerűen csak az ösvényére próbált fókuszálni. Jól tartotta magát ettől függetlenül Táliával szemben. Ez kétségtelen ez a Katarina. Van benne lehetőség. Bensig fájtlát vettem úgy Senkax magának. Ez mindenképpen jól jöhet neki. Akár a későbbiekben is egy jó kezdeményezést ezzel bőven megzavarhat. De gyakorlatilag mágikus ellenállást. Trashy katalizálódik Kikiszre, és mögötte van Senkax, de jön a teleport. Méghozzá Koszkyú! Épp időben érkezik ahhoz, hogy ne tegyen semmit. Kikisz tudta megóvni a haláltól. Igen, bírom azt, amikor valaki időben érkezik ahhoz, hogy ne tegyen semmit. Hát, ez teljesen jó. Ahhoz is kell az időzítés. Így de van. Elegánsan késett. Így van. Annó régebben a
vendéglátóban való munkálkodásom során sok olyan kollega volt, aki mindig nagyon jól tudott időzíteni, hogy pont akkor érkezzen, amikor ne kelljen tenni semmit. És hogyha más nem, akkor Koszkyúnak még a vendéglátóiparban valószínűleg gyümölcsöző karrierje lehet. Tudod, hol van még ennek nagyon nagy... Hol vannak ennek nagy mesterei? Az építőiparban. Na, ott meg ott előfordul, hogy van, aki soha semmit nem csinál, és mégis mindig olyan naphőse. Ez így van, de hát nagyon fontos azért ott is az építőiparban, nagyon rendesnek kell lenni, mást is oda kell engedni a munkához. Igen. Nem szabad önző módon mindent egyedül csinálni, úgyhogy azért azt meg kell hagyni, hogy ott is a jó szív vezeti az embereket. Persze. Miközben látjuk, hogy a Splice a 18. perc elejére egy toronnyal vezet, és kevesebb, mint 1000 arannyal. De most jöhet például egy fantasztikus kis csapatküzdelem, mert 40 másodperc múlva a pokoli sárkány érkezik. Igen, megpróbálják eltüntetni Mikit a pályáról. Sőt, viszont ez nem olyan egyszerű. Nem, ez egy eléggé zsenge próbálkozás volt. Igen, tudjuk ugye, hogy a szerelem az egy komoly motivációs erő. Mm-hmm. És az embernek az üzemanyaga a motiváció, tehát Mikit nem egyszerű leszedni, mondjuk így. De nézzük, hogy jó, hogy ne lenne a csapatharc, Miki adja vissza a pofon, nézd meg, korra feldobása, Koszkyú végül is még kibírja a dolgot, aztán fordul, Trashy lehet bajban, és el is tüntetik a pályáról. Kikis tudta megmenteni az egységbe, az elővel Wunder még csak most érkezhetne, de megszakítja a teleportját, ugyanis inkább tovább nyomulna. Dreamsake próbálja túlélni, de Mikit lehet eltüntetni a tolvihar, jó volt Kobitól, Senkax lehet óriási bajban, Yukinak van elég sebzése, nincs. Nem tudta befejezni, Wunder. Sőt, Kobi még agresszívan villan, hogy Koszkyút elhozhassa, Wunder csak megunja és ide érkezik végül, de még messze a Megagnár. És fordulni sem biztos, hogy tud. Kikis pedig nem talál az árnyékugrással Senkaxra, akit nem tud így befejezni, nem úgy, mint Kobi őt. Így pedig a csere 2-2. Wow. Nyögvenyelős csapat küzdelem áradat. Gyakorlatilag folyamatosan cserélték a pozíciót a srácok. Amazing itt van a közelben, de ezt a pokoli sárkát remélhetőleg el tudja hozni Kobi, gondolja legalábbis ezt a Splice. Fontos lehet ez. A visszajátszás során érdemes megnézni rögtön az elején amúgy Koszkyúnak a teljesítményét, aki ezt a csapat küzdelmet hát az elején rögtön megszenvedte. Jó a kezdeményezés, két emberre a felütés, azonnal be lehetett szivatni Koszkyút, és mind Amazing, mind Dreams-ben ragad. Viszont Trashy azáltal, hogy kataklizmával kezdett, rengeteg sok sebzést teszik meg az első sorban. És ez a Kikis kezdeményezés jó! Abszolút jó, meg lehet ölni belőle Mikit, de Kobi és Senkax túl mobilis, a bomba pont nem elég Yukitól, és nézd meg Kobit, mennyire jól előre tud menni, megérkezik Wunder, és a célpont nem más itt most már, mint Kikis, aki bemegy előre és elrontja sajnos a villanásos kezdeményezését, nem sokon múlott, az árnyékugrás csak egy hajszál árnyéka volt, rövidebb, de rövidebb volt, és ez a lényeg. Senkax és Kobi sebzés kiosztása egyértelműen impozáns, az is amúgy, hogy Wunder 3 másodpercet töltött a csapatküzdelemben, és így is 1300 sebzést osztott ki. Kikisznek az elpusztításában nagy szerepe volt. Talán az a teleporta, hogyha végigjön Wunder. Na akkor teljesen más az egész. Így van. Viszont így se járt rosszul a Splice, főleg, hogy még a pokoli sárkányt is ők tudták ebből a csapatküzdelemből elhozni. Ojaj. Lesz a buli? Nem. A szerelmes pár, a szerelmes pár, hát ha ezt próbálják szétszakítani, abból baj lesz. Tökéletesen nagy távolságról tud ugrálni Xayah Rakanra. Rakan Xayahra. Nem mindegy azért. Nem, nem. Úgyhogy nehéz megszivatni Mikit. Pedig most hazatért egyedül. Ott hagyván Kobit, azért néha kell egy kis egyedül lét is. Kobinek egyébként mindenféleképpen, hogy szinteket léphessen farmolás közben. Habár azt nézve, hogy nincs egyébként lemaradva az ellenfél szóló ösvényeseitől. Splice-nál amúgy szintelények vannak a felső ösvényen és középen. Ez azért a farmokból is meglátszik. Illetve Senkax egyet több gyilkosságban is vett részt, mint ösvény ellenfele Koszkyú.
És általánosságban ez a Splice-os 1500-as arany előny, ez leginkább abból jön össze, hogy Wunder tudja a felső ösvényen a pénzmennyiséget növelni ellenfelével szemben, aki amúgy titánhidrát vásárolt, tolvajsúranót, a fizikai sebzés a Splice oldalán nagy mértékben jelen van, de nem mondanám, hogy túlnyomó mértékben. Ez olyan kikiszes senépítkezés, ő nem vásárolgat össze-vissza kísérletet, kamzsát, meg ilyeneket, ő egyszerűen csak befejezi a titánhidrát. Nincs ellenállása, cserébe legalább az ösvényé megpróbál Wunderrel valamit hát tenni, aki viszont gyönyörű szépeket cserélget ösvény ellenfelével. Következő sárkány is amúgy pokoli sárkány lesz. Mondom én, hogy túl hideg van odakint még. Így van, így van. Én továbbra is azt mondom, hogy túl meleg, és inkább az idézők szurdokába jönnek a pokoli sárkányok. Wunder ezt a tornyot nem fogja tudni befejezni, kikis időben ér ide. Illetve inkább a minionok elfogyása volt az ok. Nagyon szép az az őrszem kijelzés Wundertől, bár semmit nem lát köszönhetően az ellenőrző őrszemnek. De ezzel is például provokálhatja ösvény ellenfelét, hogy menjen felé, szedje ki azt az egy őrszemet. Wunder bebiztosította azzal az egy őrszem kihelyezéssel, hogy ezt a tornyot mindenképpen le tudja dönteni. Kikis nem is tudott mit kezdeni, sem őrszemet nem pucolt, se semmit, csak visszament egy picikét. És a rálátás fölötti küzdelemben a Mysterious Monkeys hátrányát jól mutatja, hogy kettő messzelátó követ is vásároltak már maguknak. Folyamatosan próbálják földeríteni a terepet, amiről fogalmuk nincsen, hogy éppenséggel mi történik ott. Szükségük is lesz, mert hamarosan a baronnal sor az egy abszolút releváns célponttá válik a Splice részéről. És egyszerűen fog körülbelül megérkezni a lehetőség a baronnal sorra a pokoli sárkánnyal. Tehát lehet egy csere, ha addig nem harcolnak valahol a srácok. De nem hiszem, hogy a Mysterious Monkeysnak lehetősége van még egy pokolit adni a Splice-nak. Mert az a 16% az már sok. Az biztos, hogy Kikis amúgy a fizikai sebzéssel szemben akar igazán védekezni. Bokor mellének köszönhetően igazából a tüskevért is hamarosan elkészül rajta. Nem mint hogyha túlságosan sok életerő regeneráció lenne amúgy a fizikai sebzéssel rendelkező operáló Splice-os játékosokban, de ha mégis erre gondolnának, akkor is már a bokor mellénnyel lehet szivatni az illetőket. Na igen. A Splice pedig próbálja javítani a rálátását a sárkány körül. Mondanak ugye van már teleportja, ugyanis ő megszakította az előző harcnál, tehát most már bőven elérhető. Szerintem ez Charlie hazamenetel lesz, mert én a pokoli sárkány nem megy Miki sehova. Bizony, miért menne? Nincs rá oka. De ahhoz el kéne kapni a Mysterious Monkeys-t, hogy sárkányt hozhasson a Splice. Wunder pedig még nem tud dühöt gyűjteni. Most kezd majd el, igen. Jön is, és ez a kezdeményezés ebből, ez jó. Koszki ugrik be a buliban, majd egység van az erő, közben hátul volt Miki, borítja fel a Mysterious Monkeys hátsó sorát. Jó a katatizma és a feldobás, Wunder még nem tudott odaférkőzni, most van ott meg a Gnár, falhoz vágva majdnem mindenki. Jukit azonnal le is törlik, Dreams még kibírja, Koszki eddig tartott. Innentől kezdve már ő sincs a pályán, Amazing villan, majd villan érte Kobi és Miki párosa, Amazinget akarják befejezni. És még egy kis desszertnek, kis cseresznyének a torta tetején a pokoli sárkányt. Amiben Kikis nem fog egyáltalán beleszólni. A csapat harc során megpróbálta a Mysterious Monkeys kihasználni a kompozíció rejtette előnyöket. Ugye várható volt, hogy Shen-nel karöltve megpróbál Koszkiu majd esetleg olyan akciókba is belemenni, amikben könnyen elpusztíthatnák őt. De hát ez sajnos eléggé rosszul sült el. Maronna sorral is próbálkozik a Splice, és erre nem. De teleport is jön, úgyhogy... De nincs Amazing. Nincs, de Kikis megpróbálja? Nem, az Koszkiu, most érkezik Kikis. Ketten jönnek egyszerre, Koszkiura fordulnak ki, Kikis érkezik, hogy fedezze társat, Wunder átalakul, földnöget, a csapás már van, és meg is halt Koszkiu, Kikis próbál menekülni. Gyönyörű a visszalökés Yukitól, így legalább azt a Shent meg tudta menteni.
De ennyi. Ezen kívül a baronna sor megállítása, hát most mondanám, hogy szép volt, de inkább a Splice szakadt le a baronról. Ugye ne felejtsük el, hogy itt már kettő pokoli sárkánya van a Splice-nak, amely irgalmatlan sebzés bónuszt jelent. Nem csak. Na nézzük, melyik csatát kapjuk. Itt nézzük meg Koszkiúnak például a hatékony Katarina használatát. Végső képességéből Thresh és Wunder azonnal kijön. Jó a menekülés is, de Mikinek a játéka volt még fantasztikus. És Thresh ugyan elpusztul, de Wunder három embert kábít, nem a Gnárral, hanem utána a földbecsapással. Koszkiúra volt még kifárasztás, így az ő későbbi sebzése is. Fabatkát sem ért, ha pedig már fa, akkor itt Amazing még próbál trükközni, de mondjuk úgy, hogy esélye nem volt. Koszkiú sok sebzést tudott kiosztani, az kétségtelen, abból rengeteg mentem úgy Thresh-re és Wunderre, de az, hogy szegény Yuki nem tudott normálisan érvényesülni, az kőkeményen köszönhető a rengeteg sok tömegirányító képességnek, ami jött a Splice-tól. Wunder is a csata heavy-ben alakult át. Természet ereje, most vadászik a Splice-ra. Ne is tudna kötni egy-két ember, de Kikis nincs jó pozícióban ahhoz, hogy kezdeményezhessen. Ugye villanás nélkül nehéz ott átjutni megfelelően. Így viszont sajnos ez a természet ereje, ez nem igazán lett megfelelően kihasználva. Nagyon jó voltam, hogy az előző csapat küzdelemnél Kobinak a teljesítménye. Háromszor tudta visszahúzni a tollait a csapatküzdelem során. Háromszor. Nagyon-nagyon sok. Folyamatosan próbálta őket kihasználni sebzésre, lekötésre. Pércelt fallal zárják el a Mysterious Monkeys-t. Viszont nem Amazing-et. A feldobás jó, a visszadobás szintén, viszont ezzel kijátszották Thresh-t konkrétan. Amazing-ettől függetlenül ledől. Mint fa. Senkax van ott az első sorban, Miki pedig két ember dob fel, méghozzá két elég fontos, hát Senkax közben kivillan, ő nem tud sebezni, most azt csak Kikoszkiú a sebzés, de nem elég senkire konkrétan. Kikis őt próbálja menteni, de nem ő van bajban, a tolvihar nem rossz, de nem fejez be senkit sem. És Wunder még csak most gyűjti a dühét. Ő konkrétan kicsignárban harcolta végig ezt az egészet. És ez egy nagyon csábító szituáció neki, jönnek a többiek, át fog alakulni, végső képessége van. De most már inkább visszavonul mindenki a Mysterious Monkeys-nál. Ugye Amazing-et azonnal ki lehetett szedni, meglehetősen sokáig bírta a szálkásítást az a Maokai. Hoppá, közben szegény Wundert elkapják, vagy nem, bekábult így. És meg is fog halni. Pontosan. Yuki időben érkezik át a falon keresztül. Wunder nélkül a Mysterious Monkeys-nek még így is rizikos lenne a baronna sor hívás. Abszolút, hiszen Thresh például él. Kataklizmája ugyan jelen pillanatban látható, hogy nem elérhető. Miki be tud menni neki, a végső képessége hamarosan kéznél van, villanás szintén van nála, ő tud kezdeményezni. És még mindig itt van Thresh, fél életerőn a baronna sor, folyamatosan hoppá, jön a természet ereje is. Focsunk, focsunk, focsunk! És így viszont meg lehet a baronna sor, Kobiéknak kéne ezt megállítania. De be tudnak-e menni? Az a kérdés. Thresh-nek sütése van, jó a kezdeményezés a látványos belépővel, majd a feldobás sem rossz Dreams-re. Oh. Viszont Mikinek kell onnan távozni, a baronnak az életere még mindig 2000 körül van. Kikis lehet befejezni, Thresh ugrik befelé, de le kéne kábulnia. Míg Koszkiú nem tud fordulni, oh, a kifárasztásnak köszönhetően már bukott is egy embert az a Mysterious Monkeys. Amazing kiugrik, itt vagyok, Dreams is flash-sel, nem pedig ráugrik ki inkább. Így a baronna sor ingyen kerül a Splice-hoz. Szép játék volt, ne felejtsük el, hogy a Splice éppen Wunder nélkül kezdte meg ezt az egészet, viszont ő vissza tudott jönni már a végére. Teleportját el is használta. Jó játék volt. Sok tényező volt, ami közrejátszott. Ugye nem szabad elfelejteni, hogy ez ilyen baronnasor küzdelmeknél, azért a baronnasor folyamatosan sebzi éppen az adott társaságot, ezzel is segítvén a csapatot, bizonyos képességei akár még az ellenállásokat is csökkentik, mint tudjuk, tehát sebezhetőbb az az ember, az a célpont, az a társasága képensége a baronna sort üti. Nagyon jó Mikinak, még Koszkiú elkapása is, és 5v4-es szituációban két embert fölütt nagyon szépen Kobi, Koszkiú pedig kifárasztás után szinte azonnal elpusztul. Nagyon szép játék volt ez a Splice-tól, nem bírta az idegek harcát a Mysterious Monkeys, Kikis pedig még itt eltalálja, megtalálja Wunderke.
nem volt már esélye a menekülésre. Így viszont 7000-es aranyelőnye van a Splice-nak, 2 pokoli sárkány, jön még egy hegy sárkány is, amit ha megszereznek, akkor a torony döntés képessége komoly mértékben megnő majd. Bizony, bizony. És elég sok ma egyébként a pokoli sárkányunk, például Koreában is rengeteg volt. Úgy tűnik, hogy Európába is megérkeztek a sárkányok. Mondjuk most ugye nincs tél, szóval nem kell elrepülniük innen. Nem. Elég otthonos körülmények között lehetnek. Azt pedig nézd, Kobi hogy eltüntette ezt a szegény kis vörösszedre hátat. Ő már nagyon rendben van. Nem abszolút. Bőle. 3 tárgyát is befejezte. De jó, ki is jól halad egyébként, ha tárgyakat nézzük. Teljes mértékben. Azért ő farmban tudott végigvezetni, és 4 gyilkosságból mind a 4-ben részt vett. Úgy ki továbbra is, ahogy azt már kiemeltük a játék elején. Egy nagyon erős tagja a Mysterious Monkeys csapatának. Higany sejemöve van. Ez fontos lehet a játék későbbi szakaszában. Viszont így például páncéltörés még nem tudott. Na, hazament és egyből vett is magának páncéltörés. Nagyon jó, utolsó lehelet ott van nála. De most már Kobinál is így mind Amazing, mind Kikisz. Hát jóval kevesebb ellenállással rendelkeznek majd ezen lövésszel szemben. De Trashy és Wunder például, amúgyha megnézzük, 2 vízköpök sziklavértjével fölruházott úriember. Most már, ha nagy baj van, akkor is bőven van nekik lehetőségük arra, hogy nagyon tankossá váljanak, rengeteg életerejük legyen. Ennyire nem használta ki túl effektíven ezt a baronna sort, tehát nem sok célpontot tudott kifordulni a Splice. Most a felső ösvénye, mintha egy 2-es tornyot céloztak volna meg. Ez biztos, és látjuk, hogy mind Yuki, mind pedig Koszkő itt kellett, hogy legyen. Wunder közben átalakult egyszer, ez attól, hogy meg lesz, de inhibitor valószínűleg nem lesz belőle. Hiszen le is járt a baronnasor erősítés. Ó, az jó fércet fal le, csak ki tart bent? Végül senkit. Nincsenek minionok, hogy időben érjenek ide. A 2-es torony elhozatalához még éppenséggel volt baronnasor az utolsó másodpercekig. Nem vagyok biztos, hogy ez beleszámít már a powerplaybe, sőt. De alapvetően az biztos, hogy amilyen torony mennyiség kellett a Splice-nak, azt most így hirtelenében megszerezte, kapott egy hegysárkányt is, lehet hazamenni, vásárolni. Akár 3 darab Iron Sorelic medálja is készülhet amúgy a Splice-nál, az pedig olyan pajzs mennyiség lesz. Csak 2. Így van, most már csak 2, amivel... Ugye Miki inkább a Zeke szövetségére tért ki. Zeke szövetsége. Azt gondolom, hogy jobban is járnak ezzel. Nem rossz, a Kobinak van egy kis erősítése. De ha meg lesz a 2 Iron Sorelic medálja, akkor Koskiúnak nem az lesz a legkomolyabb problémája, hogy ott fellökik a végső képessége közben. Hanem hogyha még tökéletesen tudja elhasználni, akkor se fog vele sokra menni. Így van. Egy Iron Sorelic medálja minden esetre már elkészült. Wunder, hogyha átalakul és sok ember veszi körbe, elhasználja a sziklavért, tehát majd az áronszorodik medáját, és Koszkűnek a sebzése semmit nem fog érni. Ő jelen pillanatban amúgy is küszködik, nem rendelkezik még túl sok varázssebzéssel. Riandi gyötrelme mellett azért hiába van neki egy jó kis hashtag lőfegyver. Na, kevés, ahogyan azt említettük. Bizony. Kevés még, és ez nagy probléma egy Katarinánál. A Mysterious Monkeys részéről amúgy szintén elkészült a 2 áronszorodik medálja, időközben a Splice-nál is. Tehát pajzs ott is lesz, csak nincsen vízköpők vértje, sem Kikisznél, sem Amazingnél. Sziklavért nélkül a bónusz életerő mennyisége is hát jóval alacsonyabb, és így a kiosztott pajzsnak a mennyisége is. Splice-nak előrébb kell jutnia most már lassan, mert telik az idő, és ők már olyan nagyon sokkal erősebbek nem lesznek a játék ezen szakaszán, de Yuki Tristanájától pedig félni kell. Mi tudjuk, hogy minél nagyobb szintű és minél több tárgya van, annál komolyabb sebzést tud kiosztani, nézd csak meg az aranykülönbséget közte és a csapattársai között. Konkrétan vetekszik Kobival a
ki az egyetlen kettő van. Amazing villan is kezdem, hogy ez mikire dobnak be minden, de őt nagyon nehéz eltüntetni. Méghozzá Medál és a pajzsok mentették meg, ő viszont visszafordul egyenesen Koskiu nyakába, akit véd ki kiszedcsipezelővel félcentfal túloldalán Amazing, illetve a Splice-os srácok. Másik oldalon pedig csak nézték, ahogy kivágják kedvenc fájukat, Mikielől villan Dreams. Jó volt a kezdeményezés, gyönyörű a fedemes tesitől. Yuki nélkül pedig ez lehet, hogy a mérkőzést fogja jelenteni. Konkrétan Dreams próbál még menekülni, őt nem tudják feldobni, de ő is meghal. Kettő ember maradt életben a Mysterious Monkeys-ban, és az egyik sem Yuki, ami komoly gond. Jelenleg annyira komoly gond, hogy lehet, hogy mérkőzést ér a Splice-nak. Egészen biztosan mérkőzést ér, az biztos. Megérdem egy győzelem a Splice oldaláról. Még van itt próbálkozás Kikisz részéről, pontosabban Koskiu részéről, Kikisz csak nézi. De ez kevés. 38 perc alatt a Splice végül bedönti a Mysterious Monkeys Nexusát. És ezzel erős kezdést és lendületet ad a szériának. Én úgy gondolom. Magabiztos nyitás a Splice-tól, és kicsit sok hibás játék a Mysterious Monkeys-tól. Alapvetően úgy gondolom, hogy megpróbálták a saját játékukat játszani a Mysterious Monkeys-osok. Koskiu szereti a Katarinát, elhozta. A Kikisz-féle Shen-nel pedig lehetett egy olyan kombót kialakítani, amibe viszont szerintem túlságosan sok hitet. Amire túlságosan sokat alapozott a Mysterious Monkeys, ugye mindig jött egyből az egységben az erő Koskiura, de kevés volt, rengeteg tömegirányító képesség volt azért a Splice oldaláról, azt is ismerjük el, ráadásul Wunder egyáltalán nem volt akadályozva, és a gnárok, ha nincsenek akadályozva, farmolnak rendesen, akkor tankosak, és sok sebzés van bennük, és nem lehet őket semennyire sem kivenni a játékból. Én úgy gondolom, hogy ez egy megérdemelt Splice-os győzelem volt. A Mysterious Monkeys még az elején mutatott jeleket arra, hogy ebből lesz valami, de szépen lassan a Splice az így összerakta a dolgokat. Kicsit úgy éreztem, mintha Mysterious Monkeys már inkább gyakorolna. Uh-huh. Tehát ők nem feltétlenül győzelmeket akartak elhozni, mert akarták nézni, hogy Koskiu Katarinája hogy működik most, mennyire életképes, mit lehet vele kezdeni. Azt kell, hogy mondjam, hogy egyelőre nem a legerősebb választás ez a Katarina középső ösvényre. Látszik is, hogy... Vagány választás volt, azt kell, hogy mondjam. Csak tökös a csapat húzás, halálának 40%-a az hozzátartozik ez a Katarinához. Persze. Nem véletlen, nyilván mindenki azonnal próbálja fókuszálni a Katarinát. Volt kifárasztás annyi, hogy őt bőven meg lehessen fogni minél előbb. Yuki jól teljesített, amúgy, ezt meg kell hagyni, tehát Yuki bőven megtette azt, amire a csapatának szüksége volt azzal a Tristanával, sebzést is kiosztott, jól pozícionált, a játék elején meg is volt a jó rotáció amúgy a Mysterious Monkeys oldaláról, még a stratégiai szellem is, de aztán valahogy a csapat küzdelmek sem nem tudtak kibontakozni. Itt a visszajátszásnál látjuk, hogy Koskiure, hogy egyből jön az egységben az erő, viszont ez alatt az idő alatt nem tud mit csinálni Kikisz. Most akarja még csak kivenni Wundert és Mikit az egész küzdelemből, viszont Wundert nem lehetett. Nézd meg azt a Gnárt, megfordította a küzdelmet gyakorlatilag, és ez pedig egy forgatókönyvé válik már csak a csapat küzdelmekben, hogy a Mysterious Monkeys a szélrózsa minden irányába elbattyog. Konkrétan. És ugye, ahogy már mondtam, egy kis bónusz ajándékként a pokoli sárkány. Azt hiszem, ez még csak az első volt, úgyhogy hozott még ebből egy párat. A Splice, szám szerint még ugye egyet. És igen, Kobinek a szájája, nézd meg, 40,4% a csapatsebzésnek, rengeteg. Igaz, hozzátartozik, hogy kicsit úgy érzem, hogy Senkaksot jobban fókuszálták a harcokban, mint Kobit. Ez biztos. Viszont Senkaksot is nagyon nehéz volt elkapni. Nagyon mobilis volt a két sebzés hordozója a Splice-nak, és gyönyörű szépen bevált a taktika, hogy mind Wunder, mind pedig Jarvan magára vonta a figyelmet. Amikor ők bementek, és jött a végső képességük, vagy a kábításuk, vagy a zónázásuk, akkor mindenki a meneküléssel volt elfoglalva. Senkaksra és Kobira igazán kilépni nem tudott a Mysterious Monkeys. Itt pedig Amazing nagyon szépen próbálja kizónázni a többieket, és még sikerül is egy embert elkapnia
az nem sok. De nézzek, Miki mit csinál. Mindenkit a visszaugrásával gyakorlatilag Yuki kivételével képes volt elcsábítani. És semmi nem történik a Mysterious Monkeys oldaláról. Már a baron se tudják ütni. Semmit nem tudnak csinálni. Mind Yuki, mind pedig Kosuke van zónázva. Kosuke az életből is. Gyenge, gyenge volt a jelenlét a Mysterious Monkeys oldaláról. Még nagyon sokat kell gyakorolni a srácoknak. Nagyon. Igen, egyébként nem feltétlenül meglepő, hogy a tökéletes szinergia nincs meg köztük az ilyen elnyújtott, szétszakított csapatharcokban, amikor a célpontra is figyelni kell, az ellenfél zónázására is figyelni kell, magamra is figyelni kell, társaimra, rengeteg ugye dolog az, amit észre kéne venniük, ugye még azért nem régóta játszik együtt ez a felállás, de mégis sikeresebb, mint az egyen ezelőtti. És hogy a Splice-szal mit fognak tudni kezdeni a következő mérkőzésen, az még egy kérdés, talán kikisznek. Oda kéne adni egy kényelmesebb választást, én úgy gondolom. De akkor menjünk el egy gyors szünetre. Pár perc múlva érkezünk a Splice Mysterious Monkeys következő mérkőzésével. Addig is ne menjetek sehová. Sehova.